Sziasztok, Gage vagyok, és egy Flight Simulator 10 videóval készülök most nektek. Remélem most sikerül minden gebasz nélkül végrehajtani, amit szeretnék. Amint látjátok, ez egy Malév 737-800-as, méghozzá a HA kötőjel Lokla stromszámú, ugye winglet nélküli, ahogy ez a valóságban is volt. Ugye itt látszik, hogy Fly Balatonos autó, vagyis üzemanyag töltő, de itt még jobban látszik, hogy ugye Balaton Airporton vagyunk. Ott a DHL-nek azóta már bezárt logisztikai központja. Na de a lényeg, amiről ez a videó szólni fog, ugye kértétek, hogy a PMDG-nek, a 737 NGX-nek a Cold and Dark indítását mutassam be. Na most kezdjük azzal, hogy a PMDG 737-8-asnál nem elég, hogyha betöltesz bármilyen Cold and Dark gépet, és utána betöltöd a 737-8-ast, hanem az FMC-n keresztül kell Cold and Dark módban tenni, ami úgy történik, hogy Shift 3, és itt nyomunk egy return-t, ugye én nyitottam ki az ajtót, menü, PMDG Setup, Panel State Load, és itt van egy Cold and Dark, és nyomunk egy exeket. És akkor most itt fönn is írja, hogy körülbelül 20 másodperc, amíg Cold and Dark állapotba teszi a gépet. Először úgy akartam fölvenni, hogy földi áramcsatlakozás nélkül, tehát Ground Power Unit nélkül indítom el a gépet. Viszont úgy macerás, mert akkor ugye nem áll rendelkezésre a 115 voltos feszültség az APU indításáig. Tehát gyakorlatilag bekapcsoljuk az akkumulátort, és utána gyakorlatilag a következő lépés az ugye a tűzjelző, meg a tűzoltó berendezések tesztje után, hogy indítod az APU-t, és azért az úgy annyira nem tetszik. Na, menjünk vissza a pilóta fülkébe. Tehát akkor, mint mindennél, első lépés ugye, hogy bekapcsoljuk az akut. Ugye így életre kell a gép, lehet látni, hogy 28 voltos az akkufeszültség, és 37 volt a terheljük. 37 amperre. Na most ezen 28 voltos feszültséggel az a gond, hogy még itt az IRS-t, ugye az Inertia Reference System-et, ami ugye az FMC-nek adja a helyzetet, tehát gyakorlatilag csúnya szóval élve GPS, még az sem működik róla. Tehát gyakorlatilag amit most meg tudunk csinálni, így akuról, az a light test, ha a másik irányba kapcsolom. Igen. Mert ugye most dimmeltem. Ugye most van teszten, és ugye most meg tudjuk nézni az összes kijelzőt, hogy világít-e. Ugye ennek van külön tesztje. Tehát ennyi. És ugye itt is fönn látszik, hogy a flapsek itt minden, mondjuk ennek világítani kéne pont, mindegy. Szimulátor működni fog. Lehet, hogy annak kell a 115 volt. És akkor ugye ezt ki is lehet kapcsolni. Úgy. Visszarakjuk Brightra. És akkor a következő lépés, ugye a hibákat töröljük, hogy azt mondom neki, hogy FSX Ground Connections, ugye a pitot covereket levesszük, és Single FMC Operation, és utána azt mondom neki, hogy Air Condition Unit nem kell, Ground Power Connected. Így. És akkor most be lehet szépen kapcsolni a Ground Power-t. Így. Most ér magához a gép. És ugye most látszik, hogy ja, mert az AP újra van kapcsolva. Igen, Ground Power-re kell kapcsolni. Akkor látszik, hogy 117 volt, vagy 115 volt, és 67 amperrel szívjuk már most a Groundot. És akkor most itt szépen például az ablakot, az ablakfűtést be lehet kapcsolni. Mondom, be lehet kapcsolni. Ja nem, az az overheat test, azt nem kapcsolgatjuk úgy. Tehát be van kapcsolva az ablakfűtést, a pitot heatet majd akkor kapcsolom be, hogyha járnak a motorok. Ugye a emergency exit-et armolni lehet, mert van 115 voltunk, és akkor
a következő lépés, ha ezzel megvoltunk, akkor ahhoz egy másik nézet kell. Ugye itt van egy Dual FMC OP Restored, csak tudnám minek, amikor az IRS nem volt bekapcsolva. Tehát ugye ezt először, nem ezt akartam, ezt akartam, tehát ezt először szépen align-ra kéne rakni, és amikor itt mind a kettőnél elkezd villogni az align, tehát hogy megtalálta az FMC-t, akkor kellett volna a gépnek, tehát itt a kijelzőknek például életre kelni, valószínűleg hibásan töltötte be a Golden Dark módot, most ezért még egyszer nem fogom újra fölvenni, a Yoda Ampert bekapcsoljuk. Ez gyakorlatilag az oldalkormány segítségével kompenzálja a gépnek a kígyózó mozgását. Ugye ez egy gyakorlatilag ez egy automatikus kígyózásgátló, ha szabad ilyen szóval élnem. Na és akkor itt látszik, hogy a IRS-ek megtalálták a GPS jelet. Ugye ez a valóságban 7 percig tartana, de mivel szimulátorról beszélünk, ezért 30 másodpercre van állítva. Hogy előtte miért tértek magukhoz a műszerek, az egy jó kérdés. De van, ami még mindig nem jó, mint látjátok. Ezek majd akkor fognak magukhoz térni, ha az IRS pozíciót megadom neki. És akkor most van az, hogy FMC, ugye itt látjuk, hogy ERAC 1404-es, március 30-tól április 26-ig érvényes, és 2017-es. Ugye egy 737-800-as gépről beszélgetünk, ugye 26K engine ratinggel, ez a 26K ez a tolóerőt jelenti. Na, hát és akkor message-t clear-öljük, Dual FMC OP Restored, örülök, clear, position init, ugye itt van az, amit ő a GPS alapján megtalált, meg tudom neki azt mondani, hogy mi az LHSM reptéren vagyunk, és annak szépen a GPS adatait, mi a kettő egyezik, gyakorlatilag tök mindegy, hogy melyiket adom meg neki, és ugye a navigációs műszerek most tértek magukhoz. A FMC-vel ennyit szeretnék foglalkozni, ha emlékeztek, akkor volt egy gyors betekintés videó, ott megmutattam a programozást, most egyelőre csak az indítást szeretnék koncentrálni. A tesztek megvoltak, itt még le lehet tesztelni például a radart, ugye ott van egy VXR teszt, majd ha minden igaz szólni fog, hogy teszt passed, nem szólt, T-cast lehet még tesztelni, ott megnyomni, és akkor ott mutatja, hogy traffic, meg stb. Ugye ez a T-cast, ez a T-cast test pass. Ja, ennél szól, hogy teszt, jó. Ez az ütközés elkerülő rendszer. Ugye ja, a két gép T-cast-szel föl van szerelve és közel megy egymáshoz, akkor ez szól, hogy emelkedj, süllyedj, meg közel van, meg ilyenek. Na, ezt steady-re kell rakni, ez azt jelenti, hogy áram alatt van a gép, illetve hogy indítani szeretnénk. Na most még akkor az van, hogy gyorsan le kell. Ugye itt az IRS, ugye itt a státuszt lehet. A státusz már ugye nem mutatja, mert elájnolva van, és hogy szerinte 17 fokban áll a gépnek az óra. Most akkor már teszteljük le a flight recordert is, de működnek a átesés jelzők. Ugye passenger oxygen látszik, hogy rendben van. Ugye normálon vagy óra lehet rakni. Ugye az engine módokat, ezeket nem bántjuk. Service interfón. Ja, ez a belső videó, vagy a belső kommunikáció. Cockpit videót akár be is lehet kapcsolni, nem, az pont nem klikkelhető. De és így amit az előbb is mutattam, hogy 115 volt a bejövő feszültség, és 70 amperrel terheljük. Ugye a pitot hitet majd azt mondtam, hogy akkor kapcsoljuk be, hogyha járnak a hajtóművek, és akkor equipment calling normálon van, emergency light-ot már armdra tettem, ezt ugye indítás előtt kell majd, ugye ground power on, az rajta is van,
minden más ki van kapcsolva, majd a másik hajtóművet indítjuk először, mert mindig a beszállítással ellentétes oldalit kellene indítani. Flight Simulatorban azért annyira nem szoktak vele foglalkozni, és akkor nem, innen se látszik, amit akartam tesztelni. Jó, innen főleg nem, na itt viszont látszik. Egyszer ugye ez a magát a hiba szimulációja, ez azt szimulálja itt a fault meg az apónál, hogy nem működik a tűzjelző. Ha a másik irányba tolom, akkor ugye a tűzjelző, meg ugye az engine overheat, és amit ugye ezeket elfordítja az ember, akkor indulnak be a tűzoltók. És ugye a tűzoltókat még lehet 1-es rendszer, 2-es rendszer tesztelni, ugye ezt az APU indítása előtt. Ugye ezt a, ugye normálon van a stabilizátor, door autón van, vagy denyájon, vagy állókdon lehet, ezt autón hagyjuk. Aileronhoz nem nyúlunk, ugye egyelőre nem kell világítás, mert nappal van. És akkor ugye a radarnak a tesztjét lenyomtuk. És hát nem ebből a nézetből fogok indítani, hanem mondjuk így. És akkor az APU-t lehet indítani onra, és utána startban kell tartani, amíg magától vissza nem hozza. Mindjárt fel fog tűnni elvileg, hogy low or pressure, meg hogy igen. És ugye indulásnál most lehet látni, hogy nem kicsit zabálja az akkumulátort. Vagyis hát, ha ezt akkumulátorról csinálnánk ezt az indítást, akkor itt a DC amp az ilyen 240-250 környékén lenne. Na, ha az APU elindult, akkor utána szépen átkapcsolunk majd a APU energiaellátására. Ugye itt mindenféle ilyen dologra kellene engedélyt kérni. De most ezt kihagyjuk. Jó, és akkor most mutatja, hogy apugen működik. 1-est, 2-est, és azt írják, hogy ezt a pumpát is be kell kapcsolni, hogy ne az APU magának szívja a kerozint, hanem a pumpával adjuk neki. Jól van, APU fut, strobot bekapcsoltuk. Master Caution-t kinyomjuk. Azt nézem, hogy ezt a tesztet megcsináltam, ezt a tesztet megcsináltam. Ugye most kéne azt csinálni, hogy indítás előtt a ground power-t leszedjük. Ugye még nincsen hidraulikánk, ami, de a hidraulika szivattyút be tudom kapcsolni. Ugye itt a két elektromos hidraulika szivattyú, ezt bekapcsoltuk, mert fut az APU, úgy van hidraulikánk, tehát a hidraulika nyomást, a parting brake-et már be tudjuk kapcsolni, és most Wilcox-okat ki lehet venni. Return, és akkor azt mondom, hogy air start, meg az ajtót csuk be. Ugye indítás előtt ezt meg kell csinálni. Úgy main exit closing, király. És akkor most vissza kéne menni ennek a felső nézetébe. Vagy nem arra forogsz, amerre én szeretném. Igen, mert fejjel lefelé van. Aha, persze, hogy nem arra forog. Jó, így már lehet. És akkor ugye itt vannak ezek a ez a levegős ellátásnak. APU bleedet most kikapcsoltuk, aha, most kapcsoljuk vissza, jó. Dual bleed, és ezt a pakkot autóra lehet kapcsolni. És így növekszik a nyomás. Ugye a másik kettő az automatán van. Isolation valve az is automatára van, reszép, vagy a szedlőzte, vagy a keringető szivattyú pedig
szintén automatán vannak, trimmer be van kapcsolva, ez kell is. Ugye Grand Power már nincsen, most az akkugenerátort lehet látni, hogy 115 volt és 57 amper. És akkor most lehet azt csinálni, hogy hát indítsuk be a baloldali hajtóművet, ugye ignition baloldali, vagyis jobboldali, és ground indítás. És akkor ide, ha lejövünk, akkor látszik, hogy ott nő a fordulatszám. Ennek az N2-es fordulatszámnak el kellene érnie úgy a 25-öt, és akkor itt ezzel a üzemanyag kapcsolóval be lehet indítani. 25, hajrá! Csak nem fog elindulni, mert nincsen neki nafta adva, úgyhogy kapcsoljuk be szépen az összes, azt nem akartam bekapcsolni. Kapcsoljuk be szépen az összes üzemanyag szivattyút. És tartva a Vopen, az automatán be fogja zárni, igen. És akkor az egyes hajtómű, ha fut, akkor ugye hidraulika már működik. Jó, ezeket egyelőre meghagyjuk. És akkor jöhet a másik hajtómű. Ugye left, és ezt is groundra tesszük. És ugye itt is 25 környékén. Ez mondjuk beindult volna, de csak az egyik air conditioning, majd be lesz kapcsolva a légkondi. Úgy, ez is 25 környékén lehet neki nyomni az indítást. Úgy. És itt lehet látni ugye, hogy elkezdi szívni a kerozint. És most ez is ugye szépen stabilizálja magát, start valve kikapcsol. És innentől fogva járni fog a kettes hajtómű is. Akkor még majd pár dolgot be kell neki szépen állítani, ugye a start valve rendben, járnak a hajtóművek, és akkor isolation velvet autóra ezt a pakot is be kell kapcsolni, és az apu bleedet meg ki kell venni. Ugye látszik, hogy a hajtóművektől is kap, de hogy az apunak vagy az APU-tól nagyobb energiát, vagy nagyobb mennyiségű levegőt kap. És akkor azt mondtuk, hogy a pitot híteket akkor kapcsoljuk be, amikor járnak a hajtóművek. Most ugye itt van ez a kijelző, ugye az APU még fut, ezt átrakjuk a generátor 2-re mondjuk. Látszik, hogy nincs rajta terhelés, mert nincsenek bekapcsolva a generátorok. Ugye az apu generátort ezzel lekapcsoltuk, a hajtómű generátora rajta van, és úgy nagyjából, ha az APU-t leállítjuk, igen, APU off, akkor onnantól fogva ugye látszik, hogy az egyik 48 amperrel, a másik meg 52 amperrel van terhelve, és 115 volt. Standby power-re ha kapcsolni, akkor látszik, hogy 115 volt megvan, meg a 400-as frekvencia. És jó. Tehát igazából a gép taxizásra kész lenne, ha beállítottunk volna pár dolgot, például a kabin alt, landing alt nincsen beállítva. Ugye az FMC-t sem állítottuk be, ugye még be kéne kapcsolni itt a taxi lightot, logót, anti-collision, stb. Ezt visszaállítjuk középre, úgy. És nagyjából használható a gép, ugye az FMC programozást, meg ilyen alap dolgokat még el kellene végezni, de ugye ezek már csak apróságok. Na, tehát a gép üzemkész. Ennyi volt a PNDJ 737 NGX Golden Dark indítása.
ha véletlenül valamit kihagytam, vagy nem egészen úgy van, ahogy ez a nagykönyvvel meg van írva, az bocsánat, én most itt a szimulátoros részére törekedtem, nem pedig a... hirtelen akartam mondani, nem pedig a korrekt eljárásokra, amik például a repülővállalatoknál vannak érvényben. Na, köszöntöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor komment, like, share, és ha nem tetted még meg, akkor légy szíves, iratkozz fel. Ha pedig nem tetszett, vagy kihagytam valamit, illetve máshogy csinálnál, azt légy szíves, kommentben írd le. Köszöntöm szépen a figyelmet, sziasztok!